things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, Bedő Krisztián világbajnok, válogatott vízilabdázó, Nagykanizsán született és tanult meg úszni, azonban nagyon monotonnak találta ezt a sportot, amellyel egy évre felhagyott. Az igazán nagy áttörést egy iskolai sulipóló verseny hozta meg Krisztiánnak, hiszen ő dobta a legtöbb golcs, így az edzők a szülőket meggyőzve rábeszélték az edzésekre a vízilabdázástól tartózkodó ifjú tehetséget. A fiatal nagykanizsai fiú gyorsan megszerette a pólót, jöttek is a sikerek, amely folyamatos inspirációt adott neki. Ennek hatására hamar eldöntötte, hogy a vízilabdára teszi fel az életét. Én is így kezdtem óvodában, kerültem először közelebb ugye a medencéhez. Már akkor úgy tűnt, ott legalábbis én Nagykanizsán születtem, ugye ott már kitűntem a többiek közül abból a szempontból, hogy kicsit hamarabb tanultam meg mindent, mint a többiek. Ebből adódóan már a szüleim is úgy gondolták, illetve én is, hogy majd ezen a pályán fogok a továbbiakban komolyabban szerepelni esetleg. Tehát ez most azt jelenti, hogy te már általános iskolás korodban tudtad, hogy akkor te szeretnél profi vízilabdázó lenni? Nem is vízilabdázó, először én úszó akartam lenni. Az is voltam. Tehát egyből gyakorlatilag már ott be is iratkoztunk egy úszóiskolába, de az egy idő után unalmassá vált, illetve az akkori edzőm hatására is kellett abba hagynom, mert ez a tipikus ilyen régi módi szigorú edző volt, kicsit ilyen megkeseredett, úgymond, és ez nekem nagyon nem tetszett, illetve tényleg unalmassá vált egy idő után. Ez a faltól falig úszás kicsit monoton volt. Voltak eredményeid az úszásban? Voltak, de nem igazán komolyak. Tehát igazából mi csak ott ilyen Dunántúli bajnokságokban indultunk. Komolyabb nem igazán sikerült. Tehát vannak otthon érmeim, sok arany is, de hát az igazából ki tudja, valami Zala megye harmadik hátúszás, vagy mit tudom én, valami ilyesmi. Szóval semmi igazán komoly. 8 évesen abba is hagytam. Én az úszást, akkor éppen a Zala megyei selejtezőn játszottunk, az iskolák közötti vízilabda versenyt kell elképzelni, ahol én egyből az első mérkőzésen a legtöbb gólt lőttem a csapatunkba, úgyhogy már voltak, akik vízilabdáztak, és akkor felfigyelt rám az ottani vízilabdaedző, és mondta, hogy érdemes lenne ezzel komolyabban is foglalkozni. De mivel én előtte egy évig ugye csak pihentem az úszás után, kicsit beszippantott akkor ez a PlayStation meg számítógépes világ. Tetszett nekem az, hogy semmi tevés van iskola után, úgyhogy nehéz volt meggyőzni. Igazából, ha ez az edzőm nem lett volna, Szabó Szilárdról van szó egyébként, akkor én biztos, hogy nem kezdtem volna el, mert ő gyakorlatilag eljött a lakásunkra és anyukámmal beszélt hosszasan, hogy ő ezt nem bírja nézni, hogy így eltékozzam a tehetségem, úgymond. És addig-addig rágta anyukám fülét, meg az én fülemet, amíg végül bele nem mentünk ebbe, és el nem kezdtem vízilabdázni. Ahonnan gyakorlatilag az első alkalomtól kezdve beleszerettem ebbe a sportágba. Nagykanizsán játszottam 15 éves koromig, amikor is jött a gimnázium. Viszont addigra már érezhetően tényleg kinőttem azt a várost, és váltani akartam mindenféleképpen. Még igazából nem voltam látható ott, tehát nehéz volt onnan kitűnni, főleg úgy, hogy mondom, ott ilyen dunántúli bajnokságokban játszottunk, tehát ilyen ellenfelekkel, hogy Baja, Pápa, Balaton Fűzfő, tehát igazából senkinek nem igazán volt esélye sem arra, hogy engem esetlegesen felfedezzem. Úgyhogy egy szintet akartam lépni, és ez Kaposvár volt, mivel Kaposvár játszott országos bajnokságban, így úgy gondoltam, hogy ott esetlegesen majd egy budapesti csapatot esetleg sikerül megcsípni a jövőben.
pont emiatt Kaposváron is kezdtem a gimnáziumot, ahol rögtön az első mérkőzésem a BVSC ellen volt, ahol lőttem neki 5 gólt, és ott már egyből jött is a megkeresés, hogy én ne is menjek Kaposvárra, hanem egyből menjek Budapestre, de mondtam, hogy ezt az évet most már megcsinálom ott. Bedő Krisztián Nagykanizsáról Kaposvárra igazolt, ahonnan kiemelkedő teljesítményére hamar felfigyeltek a trénerek. A kemény munka és a kitartás hamar meghozta gyümölcsét, így Krisztián Budapestre került a Vasutas Sportklub vízilabda csapatához. Felkerültem Budapestre a BVSC-hez, ott rögtön a serdülőbajnokságban, országosban sikerült gólkirálynak lennem, majd onnan bekerültem az ifjúsági válogatottba, tehát ilyen nagyon gyorsan jöttek utána már a lépcsőfokok, nagyon gyorsan haladtam fölfelé. Az ifjúsági válogatott, azt mondjuk, hogy képzeljük el? Tehát ott már igazából csak a vízilabda van, és a többi, mondjuk a tanulás, magánélet, az mondjuk így háttérbe kerül? Hát a magánélet mindenféleképpen. Nálam az iskola is kicsit háttérbe szorult. Pont emiatt Budapestre már sportiskolába jártam, ahol kevesebb óraszám volt, rugalmasabbak voltak, később kellett bemenni első órára. Vagyis hát én azt hittem, hogy rugalmasabbak lesznek. Persze ez pont nem így van, mert egy sportiskolában legalábbis, ahol én jártam, pont úgy volt, hogy sokan csak azért jelentkeztek sportiskolába, hogy ellógják az első pár órát, illetve lazább legyen az egész oktatásuk. Emiatt a tanárok a rendes sportolókról is sokszor azt hiszik, hogy csak ezzel a szándékkal jelentkeznek ilyen iskolába, úgyhogy nekem az annyira végül is nem is vált be. Sok esetben, amikor mondtam, hogy edzésre megyek, akkor nem hitték el, mert a többiek tényleg, nem tudom, plázában, meg erre-arra voltak a városban, mozizgattak, stb. De egyébként a magánélet az tényleg háttérbe kellett, hogy szoruljon, hiszen én, mint az előbb is mondtam, 15 évesen elköltöztem otthonról. Ráadásul az is megnehezítette az egész dolgomat, hogy pont akkor született kisöcsém, tehát őt is otthon kellett hagynom, és hát kollégiumba kellett élnem 4-5 évet, ami utólag persze nagyon jó, és visszaemlékezve a legjobb éveim voltak, de tényleg csak a vízilabda volt, tehát reggel este edzésre jártunk, erről szóltak a mindennapok, illetve az ifjúsági válogatott is olyan volt, amit előtte mondjuk 2 évvel el se tudtam volna képzelni. Tehát nem csak a bőkeretben voltam benne, hanem világversenyre is utaztunk, ahol persze nem értünk el egy óriási eredményt, 6-ok lettünk, de nem is ez a lényeg, hanem hogy tényleg ott lettem, és akkor éreztem meg igazán annak az ízét, hogy ebbe tényleg lehet több is. A center minden nap keményen dolgozott azért, hogy elérje kitűzött céljait, vagyis azt, hogy behívják a válogatottba. Benedek Tibor, az akkori szövetségi kapitány, a csapat fiatalítását helyezte előtérbe, így választotta be együttesébe a lelkes sportolók közül a fiatal tehetséget. Én sem voltam ott a legjobb játékos, voltam egy játékos, és voltak a sztárjátékosok, aztán akkor kijelentett sztárjátékosok, de ez is mutatja, hogy nagyon sok kell ahhoz, hogy valaki aztán felnőtt válogatott legyen, mert ezek a játékosok, akik akkor ki voltak kiáltva a legjobb játékosnak, ők gyakorlatilag most, ha jól tudom, nem is vízilabdáznak. Tehát sok minden kell hozzá, tényleg kell a kitartás, kell a szorgalom mindenféleképpen, illetve rengeteget kell nélkülözni, ugye, mint mondtunk, pont például a családot hátra kellett nekem hagyni, és én meghoztam ezt a döntést azért, hogy majd esetlegesen válogatott leessek, ami végül aztán meg is történt. 3 évet játszottam a BVSC-be, amikor jött az első behívó Benedek Tiborhoz. Ehhez sokat segített azért az akkori edzőm is, a BVSC-s edzőm Dobroszky Norbert, aki szintén meghívót kapott, ő akkor lett ott másodedző Benedek Tibor mellett a válogatottban, és gyakorlatilag ő ajánlott be, hogy érdemes lenne esetleg engem is megnézni a Tibornak. És persze szerencse is kellett nekem azon a nyáron ahhoz, hogy végül a világbajnoki keretbe bekerüljek.
hiszen előttem két bomba játékos, tényleg a világ legjobbjai, Hárai Balázs és Kis Gábor voltak, tehát ők, rájuk úgy néztem fel, mint egy istenre. Előtte még tényleg előző évben tévében néztem őket, csodáltam a játékukat, akkor meg együtt készültem velük egy világbajnokságra. Még ha papíron 100% is volt, hogy én nem fogok utazni, szerencse vagy nem szerencse, akkor is azt mondtam, hogy egyik szemem sír a másik nevet, hogy Kis Gábor lesérült, és helyette tudtam utazni. Majd megnyertük a világbajnokságot, amire úgy gondolom, hogy senki nem számított akkor, mivel akkor fiatalodott meg a vízilabda csapat, a vízilabda válogatott. A magyar férfi vízilabda válogatott jól szerepelt a 2013-as barcelonai világbajnokságon, így Montenegróval játszotta a döntőt a legfényesebb éremért. Az akkor 20 éves Bedő Krisztiánnal a sorokban legyőzték egy nagy riválisukat a VB-n, így 10 év után ismét a világ legjobbjai lettek a magyar fiúk. A fiatal pólus nevéhez kötődik a magyarok világbajnokságokon lőtt góljai közül a történelmi ezredik, amit a kazah csapat ellen szerzett. Tényleg nem lehet leírni szavakkal, hogy milyen érzés. Nekem igazából nem is a döntő volt az, amikor igazán kijött ez, hanem az elődöntő, amikor azt megnyertük, bejutottunk a döntőbe, ugye akkor szabadult fel bennem valami ilyesmi, hogy most már tényleg itt minden érmet viszünk haza, illetve én mindenkin akkor láttam igazán, hogy érzi azt, hogy most valami történt. A döntő az már tényleg olyan volt, hogy bármi történik, mi már innen úgy megyünk haza, hogy felül teljesítettük azt az elvárást, hogy bejussunk ugye a négy közé. Ehhez képest döntőt játszottunk a Montenegróval, és már egyébként meccs előtt úgy éreztük, hogy itt nem kaphatunk ki mégsem. Tehát úgy indultunk neki, hogy nekünk nincs vesztenivalónk, de mégis átnéztünk a túloldalra, és például a Montenegró bemelegítésként fejelgette a labdát, tehát a parton, és már ott tudtuk, hogy nehogy már tőlük kikapjunk, tehát ne vicceljünk, és szerencsére sikerült is. Hát elhittétek, hogy ti meg tudjátok ezt nyerni, és ez nagyon fontos dolog. Igen, és furcsa ez a dolog, de azóta sem nagyon érzem ezt egyébként, amit akkor éreztem a csapaton belül, hogy ott végig mérkőzésre, mérkőzésre tényleg úgy mentünk, hogy elhittük azt, hogy mi így győzhetünk, és óriási energiák jöttek például a kispadról is mérkőzés közben, tehát minden blokknak, nem is csak a góloknak, hanem minden egyes blokknak, kivédekezett emberhátránynak, stb. Úgy örültünk tényleg, mintha már nyertünk volna. A családod mondhat, hogy támogatod folyamatosan abban, hogy profi sportoló legyél, elkísérnek a meccsekre? Hát amennyire tudnak, természetesen elkísérnek. Persze én állandóan kiszúrok velük ebből a szempontból, mert egyre messzebb és messzebb költözök. Tehát először, amikor még Kaposvárra jártam, akkor örültek neki, hogy jó közel lesznek. Támogatnak rendszeresen, vagyis hát amióta én eljöttem otthonról. Most már kisöcsém is nagy vízilabda rajongó. Gyakorlatilag minden mérkőzést néz. Hogyha kikapok, akkor nem elég, hogy... vagy kikapunk, akkor nem elég, hogy azzal kell még nekem törődnöm, hogy ugye mi történt most, hanem még az öcsémet is meg kell vigasztalnom minden mérkőzés után, mert sírva hív fel, vagy ha ki van a mérkőzésen, akkor látom, hogy kisírt szemekkel jön le a lelátóról. Úgyhogy nehéz ez, de beleedződtem hamar szerencsére, mert tényleg nagyon korán jött az, hogy már nincsenek velem, és így teljesen megszoktam, és tényleg a saját lábamra kellett állnom már fiatalon, és részben én úgy gondolom, hogy ennek is köszönhető ez a sok siker, vagy úgymond ez a gyors fejlődés. Egy világbajnoki aranyérem azért nem összehasonlítható egy születésnapi bulival. Hát az biztos, de ettől függetlenül, tehát nem kell azt gondolni, hogy mi nem járunk el, eljárunk, sőt, el is kell. Gyakorlatilag eddig bárhol voltam, eddig minden edző van, hogy kötelezővé teszi, hogy el kell menni, bizony szórakozni.
hát mi ennek eleget is teszünk, erről van szó, persze. És szerintem ez a része, tehát ez nem csak nálunk működik így, hanem minden sportnál működik, kell a kikapcsolódás, kell, hogy kilépjünk ebből a monoton edzésből esetleg, vagy mindennapokból, tehát jót tesz. A CTF Eger együttesétől 2018 elején távozó játékos a fejlődés és az új kihívások miatt érkezett a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Panergy NVLC-hez, ahol a szurkolók és a csapattársak is nagy örömmel fogadták. Itt Miskolcon edzek most 4 hete, vagy ez az 5., bocsánat, és mondhatom, hogy tényleg az eddigi legkeményebb helyszín, tehát rengeteg edzés van, mondjuk még jelenleg tényleg ez az alapozási időszak van, ugye még viszonylag messze vannak a mérkőzések, de ez az első olyan helyszín, ahol tényleg reggel este folyamatosan van edzés. Egerben úgy volt, hogy 3 edzés után volt 1 pihenő, itt hétköznap minden nap 2 edzésünk van, ugye plusz a kondi, mert hogy ez csak vízilabdában van szerintem így, hogy a kondi után mi még megyünk vízbe. Ha ezt jól tudom, minden más sportágnál a kondi edzés az egy edzésnek számít, nálunk nem. Nálunk az csak egy elnézik az edzők, mintha mi se történt volna. Úgyhogy itt tényleg kemény munka folyik. Úszásban is azt mondom, hogy utána a legtöbb, amit eddig bármelyik klubban is tapasztalhattam. Minden reggel fixen 4000 métert úszunk, ami azért elég komoly, legalábbis egy vízilabdázónak, nyilván egy úszó lehet, hogy most majd nevet ezen, de nekünk ez sok. Illetve este is kemény edzések folynak, illetve most már ugye itt bővült az edzői stáb is, úgyhogy részre van bontva, hogy melyik edzést melyik edző tartja, és így még jobban megoszlik a munka. Nem látszik, hogy az edzők is egy kicsit jobban tudnak arra koncentrálni, ami az ő dolguk. És így úgy látom, hogy a csapat is jobban fejlődik. Először megmondom őszintén, hogy kicsit féltem a várostól, nem is a várostól, hanem egy kicsit a hírnevétől, mert van egy olyan része, hogy sokan azt mondják, hogy itt ez egy veszélyes város, stb. Én abszolút nem így látom. Belvárosban lakom, egyébként nagyon tetszik a város. Közel a Sétáló utcához, ahova majdnem napi szinten beszoktam járni, ugye, vagy egyedül, vagy kutyámmal van kutyám is, barátnőmmel, vagy a csapattársakkal, és egyelőre nagyon tetszik, jól érzem magam. A csapat is úgy látom, hogy nagyon jól alakul. Motivált csapatról beszéltünk, azt mindenféleképpen érdemes megjegyezni, hiszen fiatalok, és tényleg érezhető is, hogy én egy idősebb csapatba jöttem, ahol az átlag életkor több volt, mint itt, és ez már most megmutatkozik, hogy itt tényleg, amit mondnak nekünk, azt azonnal csinálja mindenki, tehát nem látom, hogy bárki is húzná a száját. Nem végig minden edzés arról szól, hogy ha csak az úszást is nézzük, hogy ki van elől, tehát komoly versenyzés megy itt még a bemelegítésnél is, úgyhogy jó ezt látni, és remélem, hogy ez kitart egész évben. Bedő Krisztián nagy tervekkel és célokkal érkezett a Panergy NVLC csapatához. A center hamar beilleszkedett a közösségbe, aki nagyon komolyan veszi az edzők tanácsait és utasításait. Az idei kiírásban a tavalyi évhez hasonlóan kemény mérkőzések várnak a csapatra, akiknek feltett szándéka az, hogy megszerezzék Miskolc első fényesen csillogó érmét. Az elsődleges cél az a 4 közé jutás, ez ki is lett mondva nekünk. Ezt én mindenféleképpen szeretném elérni, de én szeretnék egy kicsit komolyabb célt is kitűzni, én szeretnék dobogós helyezést elérni. Szerintem az lenne itt az igazán nagy dolog. Az úgy gondolom, hogy az már egy igazán nagy cél lehet, illetve komoly motiváció az egész csapatnak, hogy megszerezni Miskolc első érmét.